Sziasztok! A mai videóban egy aranyos témával készültünk nektek. Azt gondolom, nyugodtan kijelenthetem, hogy az emberek többsége szereti a macskákat, és abban is biztos vagyok, hogy közületek is sokatoknak van otthon egy doromboló kedvence, vagy akár több is. Írjátok meg kommentben, hogy hívják a macskátokat, macskáitokat, és mi a legérdekesebb történetetek velük kapcsolatban. Ma megpróbáltunk összegyűjteni nektek különböző érdekességeket, szeretett házi kedvenceinkről, valamint egy-két érdekes történetet is hallhattok majd. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni az új videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Na kezdjük! A csokitól betegek lesznek. Akár csak a kutyák, a macskák is érzékenyek a csokoládéra. Ha kedveskedni akarsz kedvencednek, hidd el, hogy többre fog értékelni egy falat finom nyers húst, mint egy-két kockát a csokoládédból. Egyébként is a macskák nem képesek érezni az édes ízt. Nagyon jól bírják a meleget. A házi kedvenceink rokonai, például az oroszlánok, sokszor hatalmas hőségeket kénytelenek elviselni a vadonban. Emiatt könnyedén képesek ellenállni a meleg időjárásnak, nem okoz problémát számukra. Ez igaz a macskáinkra is, mikor nyáron nagyon melegünk van, és meglátjuk a kedvencünket, nem kell aggódni, mivel a mancsukon keresztül könnyen levezetik a hőt. Egyedi orr. Ahogy az embereknél az új, úgy a macskáknál az orr rendelkezik sajátos mintázattal. Emiatt, ha egy macska bűnt követel, mondjuk kiborít egy akváriumot, akkor jobban teszi, ha az orr lenyomatát nem hagyja ott, hisz így könnyen lebukhat. A macskák is jártak az űrben. Nem csak az emberek, de négylábú kedvenceink is eljutottak már az űrbe. Az első űrhajós egy francia macska volt, Felicet, akit az utazás során Astroketnek neveztek el. Felicet minden probléma nélkül túlélte az utazást, valószínűleg nem is tudja, hogy mekkora sztár ő a macskák körében. Könnyen hazatalálnak. A macskák agya úgy működik, akár egy iránytű. Ha elkalandoznak a környéken, nagyon könnyen hazatalálnak, érzik, merre kell menniük. Ez többek között azért is előfordulhat, mert szeretik felfedezni a környéket, tehát van lehetőségük megtanulni, hogy mi merre van. Szoktak álmodni. A macskák az életük 70%-át átalusszák. Ebből a legtöbb időt szúnyogállással töltik, de olykor mély álomba merülnek. Ilyenkor szoktak álmodni, hogy pontosan miről, azt még egyikük sem mondta el. Minden esetre abban biztosak lehetünk, hogy álmodtak már arról, hogy átveszik az emberek felett az irányítást. Jobb és bal mancs. A nőstény macskák általában jobb mancsosak, míg hímtársaik a bal mancsukat preferálják. Az emberek 90%-a jobbkezes, és érdekes, hogy a maradék 10% többsége férfi. Macska uralom. Köztudott tény, hogy a macskák az ókori Egyiptomban nagy népszerűségnek örventek. Úgy hitték, hogy varázserővel rendelkeznek és szerencsét hoznak a gazdáik számára. Az egyiptomiak ékszerekkel díszítették őket, a kor ingyenségeivel etették, és miután elpusztultak, mumifikálták őket. A hatalmas népszerűség miatt, ha valaki megölt egy macskát, azt halállal büntették. A dúsgazdag Tomázó. Tomázó, az olasz származású macska, egy nap Róma utcáit járta, amikor rátalált egy egykori ingatlan közvetítő. Az idős hölgy egyedül élt, ezért úgy döntött, befogadja az állatot. Boldogan éltek, azonban a néni 94 éves korában elhunyt. Összes vagyonát szeretett macskájára, Tomázóra hagyta, aki 13 millió dollárt rakhatott zsebre, ezzel elmondhatjuk, ő minden idők leggazdagabb macskája. A fekete macskák jelentése. Hazánkban és még sok más országban, ha átmegy előttünk az úton egy fekete macska, azt bal szerencsének fogjuk fel. Nagy-Britanniában, Ausztráliában és Japánban ez azonban pont fordítva van, ott jó szerencsét jelent. Sőt, mi több, ezekben az országokban egy időben még az áruk is magasabb volt a többi macskáinál, hisz a jó szerencsében bízva sokan ellopták őket, így nagy volt irántuk a kereslet. Ezzel a lista végére értünk. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek, iratkozzatok fel. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban.
Na, sziasztok!